Sziasztok! Én most a Maldív-szigetek egyik legszebb szigetén vagyok. 7-8 napot itt fogok tölteni, úgyhogy ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy mit lehet csinálni egy ilyen mesés szigeten 7-8 napon át. Például lehet búvárkodni, meg lesz egy csomó érdekesség, és sajnos lesznek nem annyira jó dolgok is. Ezt az epizódot felvezető első részben arról volt szó, hogy hol található a Maldív-szigetek, illetve hogy mennyi idő alatt és hogyan lehet ide Budapestről eljutni. Én egy dubai átszállásra érkeztem a Maldív-szigetek fővárosába, Maléba, innen pedig egy helyi járattal utaztam tovább a Gafudalu atoll repterére, Kadeduba. A Maldív-szigeteket 26 atoll, avagy kora az átony alkotja, ezek egyike a Gafudalu. Ehhez az atollhoz 153 sziget tartozik, amelyek közül 143 lakatlan, a 10 lakott sziget egyike pedig Kadedu, ahol a reptér is található. Az atollok szigetei között hajóközlekedés van, engem is egy motorcsónak vitt át arra a szigetre, ahol a célállomásom az Amari Havoda ötcsillagos hotel komplexuma található. Az emberek átlagosan nagyjából ennyi cuccal érkeznek ide, pedig ennyi bőven elég lenne. A gyors kipakolás után egy szigetkör következett, hisz ha egy hegyet úgy lehet a legjobban felfedezni, hogyha megmásszuk, akkor egy szigetet úgy, ha körbe sétáljuk. Ez egyébként itt túl sok időt nem vesz igénybe, hisz a sziget picike, a kerülete alig több mint 1 kilométer. Bár ez a kora az átony kevés lakott szigeteinek az egyike, arra láthatóan itt is vigyáztak, hogy amennyire csak lehet, megőrizzék a sziget természetes arcát. A növényzet egyébként trópusi, a homok pedig hófehér. Mindenki odáig van a fehér homokért, hogy a tengerpart akkor legyen fehér homokos, egyébként én is így vagyok ezzel. De örök kérdés, hogy mitől ilyen fehér itt a homok, és miért nem fehér máshol. Erről van rengeteg teória, kering rengeteg elmélet, komoly helyeken is leírják azt az elméletet, miszerint él egy halfajta, akkor az zátonyok környékén, a papagájhal. Ezek ilyen csoportokba vándorolnak, és állítok, ezek a korall zátonyokat eszik, a korallt fogyasztják, és az ő ürülékük ez a fehér homok. Egy hal ilyen 30 deka homokot is termel naponta, és ezt a fehér homokszerű ürüléket mossa ki a tenger, és mossa össze a szigeteknek a homokjával. Most ez nem tudom, hogy mennyire hivatalos verzió, amit megkérdeztem a helyieket, erről nem sokat tudtak őszintén szólva. Hogy mennyire figyelnek arra, hogy minden a helyén legyen a szigeten, arra egy remek példa az úgynevezett homokgazdálkodás. Sokfelé látni homokzsákokat, de ezek szerepe, ahogy a zsákokat töltő csapat műszakvezetője elmagyarázta, nem csak a dagály elleni védekezés, hanem a homok vándorlásának a szabályozása is. A tenger folyamatos és természetes mozgása ugyanis a sziget egyes részeiről folyamatosan elhordaná, más részein pedig lerakná a homokot. Ha nem avatkoznának be, akkor valahol kis zátonyok alakulnának ki, máshol viszont nem lenne homok. Az láthatóan a sziget épületeinek a kialakításánál is fontos szempont volt, hogy illeszkedjenek a környezetbe. Érzetre az egész központi épületrész, mind a fogadóépület, mind az étterem, mind a bár, szellős és könnyed. Oldalfalak szinte nincsenek is, így mindig minden kapcsolódik a természethez. A szigeten belül az utak inkább labirintusok, és olyan a kialakítások, mintha most vágták volna azokat bozótvágóval. A hotel 120 villájából 60 itt a szigeten helyezkedik el, míg a másik 60 úgynevezett vízi villa, ezeket stégrendszereken keresztül lehet megközelíteni. A vízi villák egy hatalmas nappaliból állnak, és legnagyobb erősségük a tengerre nyíló terasz és az egyenesen a tengerbe vezető saját lépcső. A vízi villának nagyon menő része ugye a terasz, de ugyanilyen menő a fürdőszoba is. Ugyanis ennek az egyik fele teljesen a szabad ég alatt van, és nézzétek, az ott már alattam a tenger, ugye a ház cölöpökön áll, ez jól látszik innen is. És szabad ég alatt lehet például zuhanyozni, nézzük csak. Na és akkor nézzük, mit lehet itt csinálni, azaz nagyjából hogyan telik egy nap. Edzeni például még reggel érdemes elmenni, hisz később már nagy a meleg.
Természetesen van saját edzőterme is a hotelnek, de elég nagy élmény kétszer-háromszor körbefutni a szigetet kora reggel. Majd jöhet a jól megérdemelt reggeli. A kora az átonyokkal körbevett sziget valódi búvárparadicsom, ha pedig az ember a saját nappaliából indulhat, akkor a búvárkodás garantáltan napi programmá válik. Azért érdemes a reggeli vagy délelőtti órákban indulni, mert ilyenkor még aktívabbak halak, az átlagosnál is többet lehet látni. Egyébként már a vízivilla körül is tele van a tenger halakkal, de az igazi nyüzsgés beljebb a kora az átonynál kezdődik. Kívülről nézve ilyen a világos és sötétkék tengerhatár, ilyen pedig a víz alól. Az egyik oldalon még a sekélyebb víz, a korallok és a halak, a másik oldalon pedig a szakadék és a sötétkék mélység. Aki pedig esetleg megunja a sziget körüli korallszirtek halfelhozatalát, az részt vehet olyan szervezett búvártúrákon, amiken még vadregényesebb vizekre viszik a résztvevőket. Itt aztán tényleg megelevenedik a Némó mese korallzátonyának teljes világa, a bohóchaltól kezdve a teknősökön át itt mindenkivel találkozhatunk. A tengerben eltöltött órák után aztán jöhet az ebéd, természetesen nem csak tengeri fogásokkal. A kaja az valami egészen zseniális. Hello! 3-4 nagyobb büfépult van, onnan lehet választani. Szerintem nincs olyan, valaki nem talál magának olyat, ami ízlene. A világ minden tájáról vannak ételek. Elég sok az ázsiai kaja, mert hogy sok a kínai vendég itt a hotel területén. Róluk egyébként nagyon érdekeset mesélt az egyik felszolgáló. Eltől sokak közülük nem jönnek le ide kajálni az étterem részre, hanem hoznak magukkal a tésztát otthonról és a szobájukban főzik meg. Sőt, vannak olyanok, akik kartonban cipelik idáig a Maldív szigetekig otthonról az ásványvizet, és azt hiszem. Szóval nagyon jó kaja, tényleg. Napközben legalább 40 fokon, ezt két helyen lehet elviselni. Az egyik a bár, a másik a medence, vagy mögött a tenger. Ha elég a bárból vagy a medencézésből, akkor lehet folytatni akár a buvárkodást, vagy választani valami mást. A jetskitől kezdve a kajakon át a szupik, van itt minden. A lényeg, hogy a hőség vagy a vízben, vagy a vízparton viselhető csak el. És csak akkor enyhül, amikor elkezd lemenni a nap. A Maldív szigeteket a világ legromantikusabb helyeként is emlegetik. Tény, a lélegzett elállító naplemente a sziget bármely pontjáról nézve igazi páros program. A vacsora is ugyanabban az étteremben van, ahol a reggeli és az ebéd, de egyes estéken felállítanak egy grillteraszt a tengerparton. Mit mondjak, elég különleges élmény ilyen körülmények között elfogyasztani a finomabbnál finomabb grillezett tengeri fogásokat. Én azért, ha tehetem a rákot, inkább csak nézegetem, este pedig erre a szigeten bőven van is lehetőség, sőt, annyi apró rák rohangál a homokban, hogy szinte minden lépésnél ott figyelt egy a lábamnál. Voltak köztük bátrabbak, akik kifejezetten élvezték a filmezést, de a legtöbb azért a tengerbe menekült. Őre azt hittem nagyon bátor, de aztán kiderült, hogy csak az édes kettes miatt esett nehezére a menekülés. És akkor jöjjön egy pusztító szóvic SpongeBob rajongóknak. Rosda rák, rosdás rákolló. Szigeten a napok hasonló kerékvágásban telnek, ám hogy esélyem sem volt erre ráunni, arról egy nem tervezett látogatás gondoskodott a Gafu Dalu Atoll fővárosának, Tinadunak a kórházában.
Sajnos egy fertőzés miatt egy éjszakát kórházba kellett töltenem. Az, hogy őszinte legyek, sokkal rosszabbra számítottam. Azt nem mondom, hogy fejlett a kórház, de van minden, amire szükség van. Ismét kiderült, hogy nagyon kedvesek a helyiek. Tényleg látszott, hogy fontos nekik, hogy meggyógyuljak. A nyelvi akadályok áthidalására a hotel egyik alkalmazottja, Muna Jim is a kórházban maradt velem, és ha már így alakult, és mivel volt időnk bőven, mesélt pár dolgot a Maldív-szigetek azon arcáról, amivel a turisták kevésbé találkoznak. A Maldív-szigetek lakossága 100%-ban muszlim vallású, a vallási szabályokat köztük az alkohol tilalmat szigorúan is veszik, de ugyanígy házasság után például továbbra is a férj dönti-e, hogy a feleség viseljen-e az egész testét eltakaró kendőt. A törvény szerint megengedett négy feleség viszont már ritka, és ez annak köszönhető, hogy a nők öntudatosabbak, mint régen. The girls don't let go. Yeah, more strict. So, normal is one or two? Normally, but rich people, they marry two or three, four. A korteremben egyébként rajtam kívül csak egy néni feküdt, illetve mellette volt a férje is, aki reggel odajött az ágyamhoz érdeklődni, hogy vagyok, én pedig megkérdeztem, ismeri-e Magyarországot, vagy egyáltalán mit tud Európáról. Do you know Hungary? Do you know Europe? A diskurzus Muna Jim segítségével folyt, rólunk még nem hallott, de mivel a Maldív-szigetek a 60-as évek közepéig brit fennhatóság alatt állt, az európaiakkal kapcsolatban volt mit mesélnie. There was military people, European military people came there in Addu city, and he was there. A bácsi a közeli Aduator repterének építéséről mesélt, ezen ugyanis kamaszként még ő is dolgozott az 50-es évek végén. Reptér ekkor tájt még csak Malé-ban a fővárosban volt, de az Aduatollon lévő brit támaszponton kezdődött építkezés nem csak ezért bolygatta fel a helyiek életét, hanem azért is, mert azokban az években szinte minden a szigeten hadrafogható munkaerőt oda csoportosítottak, illetve mert a brit katonáknak nem igazán akarózott hazamenniük, még azután sem, hogy 1965-ben a Maldív-szigetek függetlenné vált, és a támaszpontot bezárták. Mivel sokan közülük helyi lányt vettek feleségül, és itt alapítottak családot, az Aduatollon ma jóval kevertebb a népesség, mint az ország többi része. Miután megkaptam a zárójelentést, elhagyhattam a kórházat, és mivel volt még egy kis időm addig, még jött értem a hajó, ami visszavisz a szigetre, picit szétnéztem a városban, így még színesebb képet kaphattam a Maldív mindennapokról. Így néz ki például egy gyógyszertár, ilyen egy iskola kívülről, ez pedig egy olyan ruhaüzlet, ahol a nők által visel színes fejkendőket árulják. Ez pedig egy élelmiszerbolt, ahol alkoholt természetesen nem lehet kapni. A Maldív-szigetek hivatalos pénzneve egyébként a rufia. A bankjegyek érdekessége, hogy az 5 rufiáson egy focista látható, a közeli Indiával és Sri Lankával szemben itt ugyanis nem a krikett a nemzeti sport, hanem a foci. A kép egyébként a még mindig aktív labdarúgót Ali Ashfaqot ábrázolja, aki valóságos nemzeti hősnek számít erre. Az általános Maldív utcakép nagyon is emlékeztetett Indiára és Sri Lankára, ám míg ezeken a helyeken inkább a bicikli vagy a háromkerekű tuk-tuk a fő közlekedési eszköz, itt olyan, mintha mindenki kismotorral közlekedne, autót például egyet se láttam. Mint ahogy kutyát sem, a muszlim vallási szabályoknak megfelelően ugyanis kutyát tartani vagy az ország területére behozni még a turistáknak is tilos. A helyiek javarészt halászatból élnek, vagy turizmusból, ez utóbbit ugyanakkor picit másképp kell értelmezni, mint más helyeken. Azért ugyanis, hogy a vallási szabályok se sérüljenek, ugyanakkor a vendégek komfortérzete se, a turistákat szinte teljesen elszeparálják. Azaz hotelek és éttermek szinte csak a hotel szigeteken találhatók, itt dolgoznak a helyiek, mint például a kísérő Muna Jim, a városokban a hagyományos szállásadó szolgáltatás, vagy a vendéglátó tevékenység elenyésző. Miután kinézelődtem magam a városban, meg is érkezett a hajó, és visszatértem a szigetre. A hátralévő napok egyik legizgalmasabbnak ígérkező programja a delfin néző túra volt, már csak a nagyon vagány körpanorámás galériás hajó miatt is, amivel mentünk. A kikötőben egyébként néhány későn érkező utas miatt volt némi várakozás, de legalább láthattam, amint kipakolja a napi tonhal fogást egy éppen beérkezett halászhajó legénysége.
A delfinnéző túrákban talán az a legizgalmasabb, hogy a nevükben ígérnek valamit, ám közel sem biztos, hogy a résztvevők meg is kapják majd azt. Bármilyen tapasztalt ugyanis, és bármilyen magabiztosnak is tűnik a hajó legénysége, biztosan még ők sem mehetnek, hisz nem tudják letárgyalni a delfinekkel, hogy ekkor és ekkor legyetek itt és itt, vagyis az egész útra rátelepszik egy izgatott várakozás. Első csatornánál nem voltak delfinek, így tovább hajtottunk, a második népszerű delfin vonulási útvonalnál viszont már feltűntek a vízben az uszonyok, ez a csatorna messziről nézve is teltházasnak tűnt. Természetesen mindenkinél előkerültek a mobilok és a fényképezők, kivéve a túra legszerethető figuráját. Ez a kínai férfi ugyanis egész úton azzal volt elfoglalva, hogy tapsal és füttyökkel hívogatta a delfineket, pont úgy, ahogy egy gazdasszony szokta a Baromfi udvarban az állatokat. Majd látva a felhozatalt, elégedetten konstatálta, hogy bevált a módszer. A delfinek láthatóan nagyon élvezték a szereplést, hosszú perceken át úsztak a hajó mellett hatalmas csapatban, végül pedig az egyikük egy akrobatikus mutatvánnyal köszönt el tőlünk. Ezt a szaltót érdemes lassítva is megnézni. Láttunk delfineket, tehát a foglalkozás elérte a célját, ettől pedig érezhetően a legénység is megkönnyebbült, olyannyira, hogy a tető teraszon egy telefonnal és egy mini hangfallal mini diszkót rögtönöztek, így lambadára és naplementére értünk vissza a kikötőbe. A bárban aztán már nem csak latinos zene szólt, de a tánc is ment. Egy helyi dobos banda próbált megtanítani a vendégeknek egy tradicionális helyi táncot, hát mondjuk úgy több-kevesebb sikerrel. Búcsúzóul még pár ajándék és hűtőmágnes, és pár kimaradt felvétel a szigetről, aminél szebb helyen még életemben nem jártam, és gyaníthatóan egy darabig nem is fogok. Hogy még nehezebb volt itthagyni a szigetet, arról pedig a hotel személyzete gondoskodott, akik kijöttek a mólóhoz búcsúzkodni, és a lelkemre kötötték, hogy ki ne hagyjam őket a videóból. Please leave a message for the Hungarian. Érthetően nehéz szívvel hagytam magam mögött ezt a helyet, de rövidesen újra utazom, tartsatok velem akkor is!